Na sziasztok, bekötöztük a beteget. Lehet trombitálni rajta, lehet ilyen snooker, vagy minek hívják, ezt a Mónika jobban tudja, én még úszni se tudok. Csak ezzel lehet menni a Dunára. Benne van a létyó, tettünk bele egy pár különböző méretű rozsdás anyát, meg különböző ilyen vasdarabokat, hogy egy kicsit hopp, szrücs, valami szrücsen. Kiszakad az képen, lát, tiszta fekete leszek, mint a kéményfekő. Jó, így is az vagy egyébként. Szamba táncos. Csinos vagy. Mivel nincs ilyen vibroasztalunk, ezért én vagyok a vibroasztal. Vibrátor sincs, úgyhogy az is én vagyok. Hát majd valami edényt kell találnunk. Vannak azok a rossz festékes edények, majd abba beleöntünk egy olyanba. Jó, de most néhány percig így hagyod, nem? Persze, ez így marad, ezt még többször át kell játszani. De mindenhonnan ki kell jönni a rötyinek, és akkor ebből fog kijönni egy ilyen sűrű, olajsáros dzsuva, amiből a hígítók elpárolognak, az illó cuccok, a többi meg majd így meg fog keményedni, és akkor megy a olajokkal, meg az ilyen szrutykokkal megfelelő, megsemmisítő helyre. Ugye nem ide a fűbe. Mint ahogy sokan előszeretettel. Dobálunk minden. Na, ez akkor ennyi. Most jön a következő játékos, aki még hátra van, mert itt vannak ám még történetek. Na, innen még mindig jön ki a szretyi. Itt látjátok, tárcát lehet, hogy idehozom. Beletörölgetjük. Megtalálom feketét a feketén. Csavarnyúzó. Csőgörény. Ops, ops, ops. Látjátok, amit én látok? Oda nézzetek. Uh-huh. Csak ennyi a szrötyi benne. Ezt most jobb lenne érzékeltetni egy világosabb rongyal. Hát persze, majd mindjárt hozok egy fehér inget, hogy lássátok ötletét. De igen, egyébként a videón biztos, hogy jobban látszódik, de most ez a szrötyisebb rongy, ami már a végét járja, azért ezen látszódik. Próbáljuk belecsomagolni, hogy többször fel lehessen használni, ott majd ugye kilukasztok vele valamit. Most, hogy így beszélnünk, vagy beszélsz, most ott látom, hogy annak a csőnek a végét is ott majd vissza kell húzni. Igen, ezt is vissza kell ide dugni, az is ott hiányos egy kicsit. De egyébként az mindegy, mert levegőt szív, tehát ha innen a motortérből szívja, vagy kintről, túl nagy kárt nem okoz. Ezt majd le kell takarítani, mert azt is retkes lett. Egyébként azt nem tartom kizártnak, hogy amikor öntözgették bele az olajakat olajcserénél, akkor cseszték össze is. És annyi volt a történet, hogy mellé öntötték, és akkor az ott maradt rajta, valamennyi leégett róla. Nem, azt most láttam, hogy ilyen por maradvány. Nem por, az friss olaj. Hát olaj meg rá szállt a por, és összeszáradt. De hát ez ennyi. Így most, hogy ugye szét van szedve, hozzá lehet férni, amúgy a csőt akarja. Na, mi van még itt, dugjuk be. Hát ide még megy valami szírszar. Ilyen darabkák jönnek azért még elő. Jó, még itt is van ám lerakódás. Itt is. Egyetlen probléma csak az, hogy pont ez az ujjam van elvágva, innentől idáig a motoszkáló. Mert ez most balkezesre lett megcsinálva ez a luk. De hát ez van. Ezzel legalább érzem, hogy miket kell kiszedni. Mindjárt nézek valami darabkarongyot, vagy ebből vágunk egy kicsit. Aztán úgy járunk, mint az egyik ismerősöm, hogy zsigulit indított, nem is a zsiguliát, a polszkia lett indítva, a nagy polszki,
és ide a szelepekhez be volt téve a szívósornál a rongy, hogy ne menjen bele Szrötyi este. Aztán, na lehet indítani, nézzük, hogy indul-e az autó. Kivetted a rongyot? Már mindjárt, közben indítozott a kollega, és a rongy, és be is nyelte a motor. De azok a régi motorok még azért nem voltak ilyen problémásak. Bedolgozta a, hogy hívják ott a szelepek közé. Lehet, hogyha át is ment volna rajta, hogyha egy kicsit járatja, de így szét lett szedve, és ilyen cafatokba lett belőle kiszeregett. A rongy darab. Miért nem dugod be szárazon azt a szart, amit hoztam? Ezt nyugodtan. Mert nem befele akarom tolni ezt Szrötyit. Hát de itt van egy feneke ennek, nem? De lefele lukak vannak. Igen? De ja, persze. Látom ott alul. Jaja. És oda én nem akarok. Oké. Okay. Lehet kiszedni. Igaz. Mert az ott a turbótól valami levegő. Hát aki tudja, az írja meg, hogy a többiek is tudják, meg én is, hogy pontosan mik vannak ott lent. De... Na, jön az újjazás technika. Nőgyógyászok előnybe. Látjátok, meg itt is a korom végig vastagon. Ez már 18-as karika, két luk egymás mellett. Alatt felett. Ó, ez meg elég szűk is. Gyere vissza. Na, ilyen szröcsik vannak benne, látjátok. Na, erről hallgattam most egy videót a YouTube-on, hogy vannak olyan autók, amiben itt ehhez a leömlő rendszerhez, a kipufogó rendszerhez üzemanyagot fecskendez be egy plusz szeleppel, vagy kinyitja a komputer a zárás előtt még a kipufogó szelepet, vagy hát nyitva adja egy picivel hosszabban, befecskendez még üzemanyagot, amit belök a motor ebbe a kipufogó térbe, és az igazából itt ég el ebbe a rendszerbe. És? Hát és akkor ezeket elégeti, ezt a szrötyit. Ugye ezek az új trükkök, de mondom, hát a régi autóknál ilyen buziságok nem voltak, tehát ez csak a technika, hogy lesz, és így lesz még drágább és még szarabb autóink folyamatosan. Aztán itt lehet nyomatni a dumát, majd biztos, hogy lesznek a hozzászólások, főleg autószerelőktől, meg mérnököktől, meg minden, hogy hú, ez mennyivel gazdaságosabb. Hát azért mennyivel gazdaságosabb egy olyan motor, ami mondjuk 30-40 év alatt a alap szűrőtisztítást, meg olajcserét, meg ilyen fékbetét, ilyen kopóalkatrészek cseréjét megcsinálod, és más nem kell hozzágyártani, és mennyivel gazdaságosabb ilyen szart rágyadombok, ami, és most tök mindegy, tehát itt nem a típust bántom, mert ez még ahhoz képest egy egész egyszerű dolog, de hát vannak neves cégek, akik gyártanak még egy-kétszer drágább és luxusabb autókat, és minden szarrá megy rajta állandóan. Ilyen főalkatrészeket, ilyen nagy tömböket cserélni kell. Egy másik autónál ez 40 évig nem volt probléma. Hát ami ott ez a Renault Taliánk van, ez a 2004-es, azóta, ugye az ember mindig azt veszi észre, ami éppen van, vagy mit tudom én, és így kedvezően meglepődve tapasztalom, hogy rengeteg fut még az országúton, és itt a környékben is rengeteg. Innentől kezdve jó sok donorautó lesz, hogyha... De még ez a szín is marhasok, ez az olivazöld, vagy mit tudom én, milyen zöldnek hívják. Azért ezek is voltak pont ilyen választási dolgok, hogy ne olyan típus legyen választva, amin hogyha bármilyen sérülés történik egy ajtónál, vagy egy akárminél, akkor fényezgetni kelljen, hanem bemész a bontóba, x ezer forintért veszel egy komplett ajtót, fölcsavarozod a helyére, és akkor mehet tovább a történet. Tehát ezek mind szempontok voltak, és ugye az, hogy egy autót használni fogjuk, és nem a vitrínbe fog állni. Itt azért megy rá a retek, por, dzsuva, minden. Bemész egy áruházba, ott meg... Másfelől pedig nem csak az, hanem itt vagyunk a Düllő úton, tehát itt ez az út, ez nyáron olyan poros, mint a franc, tehát egy 24 óra alatt, pillanatok alatt így megáll rajta a por, meg minden, hát most is egy kicsit a szélvédőn látszódik, amikor most esett az eső, akkor egész klasszul.
lemosta. Ez most az elmúlt egy-két napnak ez a tele van szarva legyeke, annyi légy van, mint a szar. Gyakorlatilag, hogyha készen van a Lajos, akkor egy kicsit rendbe is kell raknom külsőleg a kocsit. De most, ha nem fogom rendbe rakni, az se érdekel, csak a lényeg az, hogy motorikusan most menjen. Aztán majd utána megcsinálom. Hétvégére elméletileg jó időt mondanak, úgyhogy a traktor festés, effektezés az nagyon bele kell, hogy csapassunk megállás nélkül, mert gyakorlatilag nyári hőmérsékletet olvasok most az interneten, szombat-vasárnapra. Előtte meg pénzt kell keresnem, meg anyagokat kell beszereznem hozzá még. Na jó, szerintem ez ennyi lesz. Ugye itt volt a kis szrötyizés. Visszahúzom azokat a bilincseket, amihez most hozzáférek. És akkor ez ugye most már jár, azt a csövet majd megcsinálom. És akkor utána jelentkezünk, ezt most már ugye láttátok, hogy ez működött. Ez azóta csak egyre jobb lett itt a létyóba. Ráznod kell újra majd azt a vaszkot. Kicsit rázzuk a karcsi ismerősünk, ha nyomatnál, biztos hozzá. Karcsi ismerősünk az azért még örültebb egy bizonyos szempontból, a Simpson motorját, azt a nagy szoba közepén restaurálta gyakorlatilag. Gyönyörű szépre. Ától cettig. Nem Simpson volt, az MZ, azt hiszem, régi MZ. Én Simpsonra emlékszek, de egyébként mindegy, zöld. Zöld, és a lényeg az, hogy ott a nagy szoba kellős közepén történt a felújítás minden szinten, úgyhogy... Rázd meg, rázd meg, rázd meg, rázd meg, rázd! Kettő húzó be kéne dugni így a lábam, és akkor... Na mindegy, ez hagy oldódjon. Már biztos, hogy oldódott, mert látjátok, az acskó már tiszta fekete. Kezem meg mástól. Na jó, akkor... Na, jelen pillanatban ennek a videónak most ennyi. Iszok egyet, itt visszahúzom a mit dolgokat. Iszol? Mit? Vizet. Ezért. Mit? Mi az? Bedek. Kútból. Kútból iszok, ami a kútból jön. Jó, akkor én meg megyek, intézek még egy-két ügyet, és akkor majd, ha kell, akkor jövök, kíváncsian várom a folytatást ezzel a masinával kapcsolatban. Hát ezt össze kell rakni, aztán annyi. De szerintem még ott le van ragó. Semmi baja nincs annak. Szerinted leoldódott hát a retek? Akkor bonts ki, nézzük meg. Hát most még rögtön nem. Azt na látod. Addig, amíg ezt összerakom, addig még az oldódik. Mert most nem akarom teljesen makulátlan tisztára, ilyen fényesre, de amennyire lehet. Tehát úgyis majd tavasszal átpucoljuk megint. Na. Most ennyit ki fog bírni. Lehet, hogy még a büdös életben nem volt szétszedve. Aha. Jó, hát akkor szervusztok. Sziasztok. Sziasztok.